pedig az első Festetics látható, ugye Festetics Kristóf, ugye az 1730-as években telepedett meg itt a városban a családjával, és nem sokkal később, 1745-ben már el is kezdi építeni ennek a kastélynak az elődjét, hát ugye az ő idejében természetesen még nem volt ekkora, egy 34 szobás kis egyosztatú kétemeletes kastélyt kell elképzelni. Aztán ugye természetesen a későbbiek folyamán az utódai mindig nagy gondot fordítottak arra, hogy ez a kastély tovább épüljön, szépüljön, és így jutunk el a mai 21. században is nagy népszerűségnek örvendő 101 szobás kastélynak.